tudja, hogy nagyon sokféle kérdésben igyekszünk a kormány megrendelésére anyagokat készíteni, végig gondolni nagy horderejű kérdéseket. A mai alkalommal időzítetten megpróbáltuk ezt a témát, amely napok óta, hetek óta izgalomban tartja a magyar közvéleményt, és az európai közvéleményt is, napirendre tűzni a migrációnak a kérdését. Úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sok politikai kérdés fordul meg, jelenik meg, majd tűnik el egy-két héten belül, de a migráció kérdése nem ilyen kérdés. Ezért a századik alapítvány is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és próbáljuk azt a geopolitikai nézőpontot megtalálni, ahonnan nézve a stratégiai építéshez segítséget tudunk nyújtani a kormánynak. Tudnilik, ez a kérdés, ahogy ma mondani szokták, talán az egyik legnagyobb válsága az Európai Uniónak a megalakulása óta. Ezt nem tudom, de azt tudom, vagy látom, hogy a migráció a kérdésében szinte minden olyan lényeges probléma és aspektus fölmerül, amelyek egy valóban európai méretű politikai kérdésé válnak. Ez a nézőpont, amit mi próbálunk megtalálni, ez részben geopolitikai, részben gazdasági szempontú, majd később a kerekasztalon ez a probléma előjön. Nyilvánvalóan demográfiai kérdés is, biztonságpolitikai kérdés is, és erkölcsi, vagy még inkább filozófiai nyelven, inkább morális kérdésnek mondanám. Ha mindezeket a szempontokat összevetjük és egybevesszük, akkor azt látjuk, hogy valóban egy nagyon bonyolult kérdéssel állunk szemben. Az Európai Unió politikai integrációja hosszú évek óta stagnál. Ez a stagnálás azt jelenti, hogy az Európai Unió jelen pillanatban nem tudja, hogy milyen irányba menjen tovább. A gazdasági válság, amely 2008-ban kezdődött és csendesedett el, azt nem mondanám, hogy elmúlt, de elcsendesedett, ebben a helyzetben megjelent a migrációnak a problémája, amely mindig is jellemezte a közösségnek az életét, de korábban úgy tűnt, hogy ez a migráció, azt nem mondom, hogy tervezett, de mindenképpen szabályozott volt. Most jutottunk el, 2014-re derült ki, hogy itt valami minőségében változott meg, és ez a minőségi változás azt jelentette, hogy nagyon-nagyon megnövekedett a migránsok száma. Ez már nem egy ország problémája, nem Magyarország problémája, nem Olaszország problémája, ez az Európai Unió problémája. De az a kérdés, hogy az Európai Unió hogyan képes kezelni ezt a kérdést, és hogyan reagált eddig. Ugye hosszú éjszakában nyúló tárgyalások voltak az Unióban, és látjuk azt, hogy egy bizonytalanság jellemzi az Európai Unió továbbra is, de azt is látjuk, és itt azt hiszem, hogy ezt mint egy think tank, egy alapítványnak az elnöke, ezt mondhatom, ez Magyarországnak a sikere az, ami éjszaka történt. Nem azért, mert önmagában a sikere fontos, hanem az a probléma, amiről itt beszélünk, erre a magyar kormánynak most már hónapok óta megvolt és megvan a stratégiája, hogy hogyan kezelje. Nagyon sok bírálat érte a kormányt amiatt, ahogy ezt elkezdte tárgyalni, és amilyen hát eszközöket alkalmazott. Most viszont jól látszik, hogy igenis létezik valami, ami nemzeti érdeknek nevezhető, és a nemzeti érdeknek a védelme az ebben a konkrét kérdésben politikailag artikulálódott, de úgy, hogy ezt az Európai Unió többi nemzete vagy állam,
tagállama is elismerte, vagy maga az Európai Unió, ha beszélhetünk így, elismerte Magyarországnak a különleges helyzetét ebben a problémakörben. Ha a migráció kérdését is akarjuk tágabb összefüggésben szemlélni, akkor nyilvánvalóan nézhetjük ezt egy nagyobb történeti távlatban. A történeti távlat azért érdekes, mert a megítélésem szerint, ami zajlik ebben a kérdésben, és minden hasonló kérdésben, gondolok itt Oroszországgal kapcsolatos kérdésekre és más kérdésekre, ez nagyban összefügg azzal, hogy a II. Világháború után kialakult nemzetközi rendszer bomladozik. Az egyik ilyen volt globális méretekben, jól emlékszünk, a gyarmati rendszernek a felbomlása. Nagyon sokféle, nagyon több kontinensen sok ország vált függetlenné, különböző politikai irányt véve, saját kultúráiktól, vallásuktól és helyzetüktől, gazdasági helyzetüktől vezérelve alakítottak ki különböző stabil vagy instabil országokat. Utána, ha a történetet nézzük, és nem törekszem teljességre, a 70-es évek elején láttuk, hogy az olajválság mit okozott. Ez megrendítette az Egyesült Államokat is ebben az időben, nem beszélve a többi országról, és fölértékelte az arab világnak a geopolitikai helyzetét. Megjegyzem, az Egyesült Államok most egy hasonló nagy változáson megy keresztül, hiszen mára az Egyesült Államok energia termelését illetően önellátóvá vált. A benzinára jelenleg az Egyesült Államokban gallonja 3 dollár alatt van, és ősszel tovább fog csökkenni. És büszkén mondják az amerikai szakértő kollégák, hogy Amerika akár még azon is elgondolkozhat, hogy visszatér az izolacionizmus politikájához, amit én kétlek, de ennek a lehetősége megvan ebben a pillanatban. Ha tovább megyünk, a következő nagy esemény volt ugye a kommunista világnak a felbomlása, és ez mélyen érintette a II. Világháborúban a legtöbbet szenvedett országét, akkor Szovjetunió, ma Oroszországnak nevezzük, milyen érintette a helyzetét, és milyen befolyásolja az azóta a bekövetkező mozgását. Ma a világban, ha jól megnézzük, általában azok az államok látszanak renitensnek, ha szabad így mondani. Mindenféle szót szoktak alkalmazni rájuk, amelyek szuverének szeretnének lenni. Ilyen Oroszország, ilyen Törökország, és Magyarország is újra gondolta 2010 óta a szuverenitásnak a problémáját az Európai Unión belül. De a legfőbb szuverén jelenleg az Egyesült Államok, vagy Kína, és ezek az államok azok, amelyek a befolyásukat szeretnék érvényesíteni. Jelenleg globálisan ez zajlik. Az Európai Unió pedig csodálkozva néz arra, hogy mi is történik a környezetében, és látjuk, hogy azokban az országokban, amelyek korábban vagy gyarmati sorban voltak, vagy legalábbis függésben voltak, vagy legalábbis olyan helyzetben, amelyek gazdaságilag tarthatatlan volt, mára ez politikai instabilitással jár együtt, és ez az instabilitás okozza a világméretű migrációt. Ebben nincs semmi új, amióta világtörténelem van, azóta migráció van, és ezeknek mindig nagyon súlyos következményei voltak. Azt kell Magyarországon is megérteni, és szerintem a jelenlegi kormány ezt pontosan érti, hogy nem elég valamilyen közép-európai egyensúlyra, vagy valamilyen bezárkózásban gondolkodni, de még csak az Európai Unióban való gondolkodás sem elegendő önmagában, hanem valóban geopolitikailag kell gondolkozni, és Magyarország noha kicsi területét és lakosság számát tekintve, de azt mégiscsak elmondhatjuk, hogy geopolitikailag igen fontos ország. Ebben a migrációs kérdésben például az a helyzet, hogy Magyarországon keresztül próbálnak bejutni az Európai Unióban a legtöbben. És ez okozza
Szeretem volna csak fölvillantani azt, hogy egy tágabb összefüggésből nézve azt nem mondom, hogy eljelentéktelenedik, de minden esetre relatívá válik, hogy milyen belpolitikai hatása van ezeknek a kérdéseknek. Sokkal fontosabb az Európai Unió szempontjából is, és az egyes tagállamok szempontjából is, hogy hogyan tud erre reagálni. Hogy hogyan értékeljük az éjszaka történteket, ezt nyilván mindenki megteszi, pár órával vagyunk még csak túl a találkozó befejezésén, tehát még nyilván részletekről kell, hogy tudjunk, de az látszik, hogy Magyarország ebből a vitából jelen pillanatban sikerrel jött ki, ami még egyszer mondom, nem önmagában való érték, az is, de az Európai Unió ügyéről is szó van, és itt azért kételjeim vannak, hogy elegendő-e és jó-e az, ahogy eddig reagált az Európai Unió. Még egy dolgot szeretnék mondani. 1996-ban Orbán Viktor, amikor ugye ő még akkor nem volt sem kormányfő, sőt, egy olyan pártnak volt az élén, amely éppen hogy bejutott a 94-es választásokon a parlamentbe, akkor ő több dolgot írt, több helyen föllépett, és teljesen véletlenül került a kezembe egy 96-os szövege, amely angol nyelvű volt, igazából egy konferencián hangzott el, és ott azt mondta, hogy Brüsszellel mi azért tárgyalunk, hogy nem parancsokat várunk onnan, hanem iránymutatást, és tárgyalni szeretnénk fontos ügyekről, egyenrangú felekként. Ez 96-ban mondta egy angol nyelvű konferencián. És azt a kifejezést használta, hogy a nemzeti érdek érvényesítésén alapján kell az Európai Unióval akkor még tárgyalni. A helyzet mit sem változott, kivéve, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, büszke tagja, fontos, hogy Európai Unió tagjai vagyunk, de azt látni kell, hogy a nemzeti érdek az nem az Európai Unió ellenében hat, hanem egy olyan fogalom, amely itt Európában az elmúlt 400 évben egy meghatározó kérdésé vált a szuverenitás fogalmának megjelenésével. Létezik olyasmi, hogy nemzeti érdek, bár ebben az országban, vagy 20 éven keresztül ezt ki sem lehetett ejteni, ezt a kifejezést. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy egyenrangú felekként szeretnénk mi is hozzájárulni azoknak a problémáknak a megoldásához, amelyek az Európai Uniót feszítik, illetve megmutatni, érvényesíteni a saját jól felfogott érdekeinket. Ebben a migrációs kérdésben azok, akik úgy gondolják, hogy erkölcsi alapon lehet megtámadni mondjuk a magyar álláspontot, vagy bárki másnak az álláspontját, erre csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a felfogás, nevezetesen, hogy az érzelmekhez szólunk, hogy szerencsétlen emberekkel mi történik és hogyan történik, és körülbelül itt megáll a gondolkodás, erre csak azt tudom mondani, hogy ez egy tisztán érzelmi megközelítése a problémának, de nem lehet politikailag így kezelni a kérdést. Ha Európa komolyan gondolja azt, amit gondol, már pedig úgy tűnik, hogy úgy gondolja, akkor végig kell gondolni újra azt az összefüggést, hogy mit jelent a jogok és a kötelességeknek az együtt való kezelése. Ha úgy fogjuk fel az embert, mint jogokkal születő lény, minden minősítés nélkül, amiért nem kell semmit se tenni, akkor egy olyan normát állítunk, amelybe belekapaszkodva a világ bármelyik pontján valaki gondolhatja azt, hogy akkor neki itt a helye, és nincs is kötelessége. Csak azért idejönni Európába, mert hogy ő is egy ember, ez politikailag nem járható út. Ezért csak annyit szeretnék mondani, és ezzel át is adom a szót miniszter úrnak, aki volt vagy szíves, elfogadta a meghívásunkat, hogy mondja el ő is a véleményét, a jelenlegi helyzetről esetleg néhány információt megoszt velünk, és még egyszer
szeretném megköszönni mindenkinek az érdeklődését, és átadom a szót.